A végeredmény az az lesz, hogy a Jobbik el fog tűnni. Mint egy nagy süllyedő hajó, még mindig sodródik, még mindig fönt van egy picit. Meglepte, hogy Vona Gábor tényleg elment 2018 után a Jobbik életéből és a pártpolitikai életből? Igen. Arra nem gondoltunk, hogy ő már inkább abba gondolkozik, hogy megpróbál baloldalra tagozódni. A legmegbocsáthatatlanabb dolog, ami történt az ő elnöksége alatt, az az, hogy a Jobbik a DK-val kötött egy paktumot. Az, hogy a nyilvánossághoz ilyen módon hozzáférnek, ez azzal járt, hogy egyre inkább lekerült a hangsúly a helyi szervezetekről. És a Jobbiknak a szervezeti hálója az egy sorvadásnak indult. Itt a budapesti aranykorsó sörözőben ült le három fiatal a 2002-es választások után. Azt vitatták meg, hogy kell-e az országnak egy új jobboldali párt. A válaszuk igen volt, és egy évvel később megalakult a Jobbik. 2006, Magyar Gárda, választási sikerek, néppártosodás, Simicska Lajos, szétválás, majd legújabban a konzervatív irány. A párt 20 éves történetének legfontosabb szereplőivel jártok körül, miért szakadtak néhány év alatt több felé, és mi lehet a Jobbik sorsa? Ez itt a Szabadon, a Szabad Európa tényfeltáró műsora. Nem akartam úgy kezdeni, hogy kedves fasiszták. Pongrácz Gergely, 56-os forradal már emlékezetes szavakkal köszöntötte a Jobbikot 2003. október 24-én. Aznap alakult párttá a Jobbik. A magát akkor értékelvű konzervatív, módszereiben radikális nemzeti kereszténynek definiáló párt alapításakor ott volt a későbbi elnök, Vona Gábor is. A 2002-es választások után, amikor ugye az Orbán kormány elbukott, a kisgazdapárt megsemmisült, az MDF is megkezdte kispárti létezését, vagy folytatta kispárti létezését, ami épp kiesett a parlamentből, a KDNP egyre inkább a Fidesznek a hajtókájára került, akkor úgy éreztük, hogy szeretnénk a saját hangunkat egy új generációnak, egy új jobboldali generációnak a hangját megjeleníteni a közéletben, és 2002-ben előbb mozgalommá alakultunk, és 2003-ban párttá. A párt egyik legfontosabb ősélménye 2006. Az akkori tüntetéseket nem a Jobbik szervezte, de több akkori vagy későbbi politikusok is feltűnt a megmozdulásokon. 2006 után a Jobbik EU-szkepticizmussal, nemzeti ügyek és a vélt cigánybűnözés hangoztatásával került be a hírekbe. Ekkoriban a pártpolitikusai olyanokat is nyilatkoztak, hogy a cigánybűnözés egy járvány, amely terrorba tartja az országot. A politikatudományban van ennek egy fogalma, ez a tölcsérügy fogalma, amit itt nagyon jól fel tudtak használni. Az történt, hogy a cigánykérdésben nagyon sok mindent bele lehetett sűríteni. Az oktatás problémáit, a szociális rendszer problémáit, akár az önkormányzatiság problémáit, településfejlesztés problémáit, gazdaságpolitika, munka, úgy rengeteg dolog ebbe belesűríthető volt, és egy olyan párt, aminek olyan kevés megnyilvánulási lehetősége volt a nyilvánosság előtt, mint a Jobbik, hát ezt nagyon jól fel tudta használni. Jó estét kívánok, megalakult a Magyar Gárda. A Magyar Gárda azért jött létre, hogy megvalósítsa a valódi rendszerváltozást, és megmentse a magyarságot. Hit, erő, akarat. Ez volt a mottója a 2007-ben megalapított Magyar Gárdának, a radikális jobboldal egykori fontos szervezetének. Az Árpád-sáv gyakori használata és a fekete mellény miatt a nyilasokra hajazó gárda többször félelemkeltő vonulásokat tartott olyan településeken, ahol szerintük meg kellett védeni a magyarokat a cigányoktól. A Magyar Gárdát végül hosszas húzavona után 2009-ben feloszlatták, de rövid ténykedésük segítette a Jobbik felemelkedését. Nagyon-nagyon sokat adott a gárda a Jobbiknak, azt hiszem. Tehát a 2007-től 9-ig tartó időszakban a gárda brand sokkal erősebb volt, mint a Jobbik brand. Pál
Béla 2008-ban lépett be a Jobbikba. Ő a párt budakalászi szervezetének alapítója. Nem volt a Magyar Gárda tagja, de szerinte szükség volt egy ilyen szervezetre. Abban az időben szerinte szándékosan értették félre a pártot. Engem is lenácisztak, nem egyszer, ugye? Valahogy ez divat lett, hogy aki nem simul bele abba a köz semmibe, így tudnám nevezni a bal oldalba, vagy a látszat jobb oldalba, az rögtön náci, vagy nehogy Isten megemlíti, hogy szereti a hazáját, esetleg ilyen nagy magyarországos csatot hord, vagy elérzékenyülve énekli a himnusz, vagy a székely himnusz, az már rögtön náci. De ez a mai napig így van. Ő elsősorban a rendszerváltásban csalódott, és bízott abban, hogy a Jobbik vezetheti az országot. A 2018-as pártszakadás után ő is átlépett a Mi Hazánkba. De ennek most vége. 2009-ben az EP kampány elején még mindössze 1%-ra mérték a pártot. Rendet, csendőrséget. De a finishben már biztos bejutóként számoltak a Jobbikkal. Morvai Krisztina vezetésével a választásokon aztán végül a harmadik helyen zártak, és az akkor kormányzó MSZP-t is majdnem megelőzték. Ha hasonlattal kellene élnem, olyan, mintha palesztin paritjákkal küzdöttünk volna izraeli hadihelikopterek ellen. A 2010-es választásokat már biztos befutóként várhatták. A kampányban a 20 évet a 20 évért szlogen a korrupcióról szólt, de az EU-szkepticizmus, a cigánybűnözés témája és antiszemita megszólalások is hallhatóak voltak. A párt végül 12%-kal jutott be az országgyűlésbe. Első parlamenti ciklusokat feltűnően kezdték. Vona Gábor a betiltott Magyar Gárdára emlékeztető mellényben tette le az esküjét a parlamentben. Én a Jobbikban látom a jövőt. 2014-re a Gárda mellény zakó váltotta. A Jobbik már egy jól fésült párt képét mutatta. Vona Gábor fiatalok között kedvesen mosolygott, sőt, még pizzafutárnak is állt a kampányban. Bár a Jobbik néppártosodásának kezdetét elemzők ekkorra, 2013-ra teszik, de a pártvezetői még visszanyúltak a korábbi ideológiához. Jakab Péter szerint őt zsidó felmenői miatt nem engedték elindulni az országgyűlési választáson. Én 2014-ben szerettem volna elindulni országgyűlési képviselőként Miskolcon, és sokáig magától értetődő is volt, hogy én leszek a városban a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltje. Aztán a Jobbik elnökségétől jött egy üzenet, hogy hát nem indulhatok el országgyűlési képviselő jelöltként ezen a választáson, mert hogy zsidó felmenőim vannak. A Jobbik 2010 után a centrális erőtérben találta magát. A nagy kormányzó párt mellett volt egy megosztott baloldali tömb és egy szélső jobboldali párt, ami a Jobbik volt. A pártnak két lehetősége volt. Vagy összefog a baloldali pártokkal, vagy elindulnak a politikai centrum irányába. És ezzel próbálkoztak, hogy valamilyen módon átstruktúrálják a pártversenyt. Hogy a Jobbik az valamilyen módon nyithasson más szavazói csoportok felé is. Azért azt lehetett látni, hogy a Jobbiknak túl, tehát hogy mondjam, a saját táborát meg tudta jól szólítani. Azt is láthattuk, hogy azért baloldali szavazókat is nagy számban tudott szerezni a Jobbik. És arra gondoltak, hogy így lehet nyitni más szélesebb rétegek felé. És ez a taktika ez működött nagyon sokáig. A néppártosodás először bennem zajlott le belül, és sokszor még magam sem tudtam, hogy kezeljem. És aztán jutottam arra a pontra, amikor úgy éreztem, hogy három lehetőségem van. Az egyik az, hogy ezt visszanyelem, és úgymond megélhetési politikusként eljátszom azt, amit elvár tőlem a pártom, meg a szavazóbázisunk. Ezt elutasítottam, ezt a lehetőséget. A másik lehetőség az az volt, hogy kilépek ebből az egészből, csak az ugye egy pártelnökként nem olyan egyszerű. És a harmadik lehetőség, és ezt választottam, hogy megpróbálom akkor a pártomat abba az irányba terelni, vinni, amit én belül megélek. Bajás Zsoltra azt mondta, hogy Orbán Viktor, és mondja már valamit. Hiba volt elfogadni az ő segítségét? Azt hiszem, hogy igen. A néppártosodás kezdetén egy nem várt külső segítség is érkezett a Jobbikhoz, Simicska Lajos. A korábban Fidesz közeli oligarha a G-nap után a Jobbikban látta meg Orbán Viktor lehetséges legyőzőjét. A párt média megjelenés kaphatott, és olcsó plakáthelyeket. Ezt a kapcsolatot azonban a párt tagjai, így Gyöngyösi Márton sem nézte jó szemmel. Számomra egy valami világos, hogy egy üzletember, akinek a magyar miniszterelnökkel a viszonya
az pénz miatt romlott meg, azt én pontosan értem, hogy az pénzzel jóvá tehető, és ahol a pénz az korlátlanul rendelkezésre áll, akkor ott egy deal meg fog köttetni bizonyos ponton. Tehát ilyen értelemben én óvaintettem volna Vona Gábort egy ilyen típusú együttműködéstől. Egyértelműen cáfoltam, hogy orosz pénzek lettek volna valaha is a Jobbikban, viszont Simicska Lajosnál már ezt ugye nem tudom cáfolni, sőt, kifejezetten belső szinten hangot adtam annak, hogy ezek a burkolt, akkor még burkolt támogatások, mondjuk, hogy óriás plakát helyeket ad nyomott áron akár, ezek nem elfogadhatók. Nyilván azért egy jobbikos politikus szemszögéből mit lehet látni, hogy végre a nyilvánossághoz hozzá tudnak férni úgy, hogy nem kell reggeltől estig az országot járniuk. Csak éppenséggel az, hogy a nyilvánossághoz ilyen módon hozzáférnek, ez azzal járt, hogy egyre inkább lekerült a hangsúly a helyi szervezetekről. És a Jobbiknak a szervezeti hálója az egy sorvadásnak indult. Elfogadok minden olyan kritikát, ami arról szól, hogy a pártunk, és úgy általában az ellenzéki pártok hogyan engedték el a terepmunkát, mint olyat, amiben mi nagyon-nagyon erősek voltunk. És ez egy nagyon-nagyon jó része a politikának, és nagyon sajnálom, hogy ez mint hogy egy picit kicsúszott volna a kezünkből. Hány aktivistája van a pártnak most nagyjából? Erre nem fogok tudni így válaszolni. De ez a 2010 körüli évekhez képest azért már... Jelentősen lecsökkent. Persze, természetesen. De ne ugorjunk ennyire előre. 2014 végén és 2015 első felében még úgy tűnt, a Jobbik a siker útjára lépett. A párt támogatottsága megközelítette a 30%-ot. 2015 áprilisában Tapolcán egy időközi választáson Rieg Lajos révén az első egyéni mandátumát is megszerezte a párt. 2015 nyarán azonban napok alatt változott a politika iránya. A kormánypártok plakátkampányokkal és a kerítéssel olyan radikálisan reagáltak a menekült válságra, hogy arra nem volt válasza, a szélsőséges megnyilvánulásokat határozottan kerül a Jobbiknak. A párt támogatottsága fél év alatt bő 5%-kal csökkent. Ekkor jelentek meg a párt radikálisai, akik ellenezték a néppártosodást, és megjelentek a Jobbik későbbi szakadásának első jelei is. Ez egy hosszú folyamat volt. Én is az, ugye nagyon sokat tanakodtam azon, hogy meg lehet-e reformálni a Jobbikot belülről, vagy fel kell számolni akár a helyi szervezetet is. A végső megoldás az utóbbi volt. Mikor kezdett el ezen gondolkodni? Hát a 2016 körül. Én emlékszem, amikor a Pest megyei vezetők leültek Vona Gáborral, és próbáltuk elmondani, hogy mi hogy látjuk, akik naponta találkozunk emberekkel. Vona Gábor mit mondott ezen a találkozón, szabad tudni? Hát ő magyarázta, hogy ez az a jövő, hogyha összefog az ország, mert az országnak már nincsen következő időszaka. Arra nem gondoltunk, hogy ő már inkább abba gondolkozik, hogy megpróbál baloldalra tagozódni, illetve azokat az alapelveket gyakorlatilag negligálja, amin a Jobbik létrejött. 2016-ban már a szélesebb nyilvánosság is értesülhetett a Jobbik belső feszültségéről. Akkor Vona Gábor elnöki vétójával élve nem engedte újraindulni az alelnöki posztért Novák Elődöt, akit később a frakcióból is visszahívtak. Ő kezdte el kiszabadítani a szellemet ebből a parackból. Ő indította útjára ezt a néppártosodást, amit kezdetben még stílusváltásnak hazudott, de egyébként máig az egyetlen általa vétózott alelnök jelöltje voltam a Jobbiknak. Ezzel az intézménnyel, jogintézménnyel senki nem élt azóta sem a Jobbikban. Ő így indította el ezt a néppártosodást, hogy megpróbálta félreállítani azokat, akik ezt ellenezték. Lényegében
a néppártosodás kezdete az amúgy a Jobbik végének is a kezdete, hogy ilyen nagy szavakat mondjunk? Pontosan, hiszen 2014-ben 20% fölötti választási eredményt ért el az országgyűlési választáson, még radikális pártként a Jobbik. Az volt a csúcs, és onnantól folyamatos lejtőnek indult a Jobbik, pedig éppen akkor kezdődött radikalizálódni a társadalom, a közbeszéd. Egy jobb Magyarországról álmodtunk. A 2018-as kampányban már a kormányváltó erőmottóval vágott neki a Jobbik, pedig a közvéleménykutatásokban nagy volt a lemaradásuk. Végül 19%-on zártak. Benyújtom a lemondásomat. Bona Gábor emiatt a választási vereség éjszakáján lemondott. A párt szempontjából, ami nagyon nagy gond volt, az az, hogy túldimenzionálták a néppártosodásnak a rövid távú hatását. 18-ra ők már ebből választási áttörést vártak. Ahelyett, hogy amit láttuk, 18-ra fellazult a határ a baloldali és a Jobbikos szavazók között, nem várták meg azt, vagy nem úgy építették ki a stratégiájukat, hogy akkor mert a 18-22-es ciklus az arról szóljon, hogy akkor ezeknek a pártoknak a szavazói átáramlanak a Jobbikba. Ha nem éppen, hogy fordítva. És hiba volt az, hogy nagyon sokszor ezek a deklaratív lépések, amikkel megpróbálták magukat elhatárolni a párt korábbi dolgaitól, ezek bizony elhibázottak voltak. De a párt lelkének elvétele valószínűleg túl sok szavazót nem hozott, viszont cserébe a régieket elrettentette. Ha újra kellene kezdenem, és 2012-13-ban a három lehetőség közül megint ki kéne választanom egyet, akkor ugyanezt választanám, hogy próbáljuk meg a Jobbikot egy néppártá tenni. Aztán ez hogy sikerült, meg hogy nem, az egy más kérdés, de én azóta is ezen az úton járok. Meglepte, hogy Bona Gábor tényleg elment 2018 után a Jobbik életéből és a pártpolitikai életből? Igen. Ez milyen hatással van a pártra, vagy volt akkor, inkább így kérdezem? Rossz hatással. Ha egy politikai pártnak a vezetője úgy megy el, úgy hagyja ott a közösséget, hogy nincs B-terv és nincs forgatókönyv a lelépésére, akkor az maga után hoz egy válságot és egy válságos időszakot. Na már most Vona Gábor úgy távozott, hogy nem volt B-terv, a párt az majdnem szétszakadt, majdnem tönkrement. Bora Gábor távozása után a kérdés az volt, hogy maradnak-e a megkezdett néppártosodó úton, vagy visszatérnek a radikálisabb politizáláshoz. A tisztújításon végül szoros eredmény után Schneider Tamás lett a Jobbik elnöke, de a pártot ő sem tudta egyben tartani. 2018-ban volt még egy lehetőség, ameddig fogcsikorgatva, de kitartottunk, én már csak egyszerű tagként az országgyűlési képviselői mandátumomról való 2016-os lemondásom után, de vártuk azt a tisztújítást a választások után, hogy akkor esetleg sikerül visszaszerezni a vezetést, és visszakormányozni a Jobbikot az eredeti útjára. Ez majdnem sikerült is, különböző belső választási csalások nyomán, egy szoros eredményt követően, de Torockai László nem lehetett a Jobbik elnöke, és ezeket kellett utána kilépnünk és megalapítanunk a Mi Hazánk mozgalmat. A Jobbik támogatottsága a pártszakadás után csökkenni kezdett. 2019 tavaszán 6%-os eredményükkel mindössze egy képviselői helyet szereztek az EP választáson. 2020-ban aztán új arca lett a pártnak. Ma nagyon jól néz ki, házelnök úr. Nézd a miniszterelnök elvtárs! Miniszterelnök úr! Én akkor talán egy éve voltam országgyűlési képviselő, és legnagyobb meglepetésemre akkor a frakció arra kért, hogy legyek én a frakció vezető. Meglepődtem, hogy gyerekek, hát én effektíven még itt szinte zöldfülű vagyok, egy éve vagyok országgyűlési képviselő, szerintem akkor még tanulni kell, és most azt mondjátok, hogy én legyek frakcióvezető. És az volt a válasz, hogy mély ponton van a Jobbik, és egy innovációt fel kell mutatni, és a Jobbiknak te vagy az egyetlen innovációja. A frakció vezetői poszt után Jakab Pétert elnökké választották. Az ő vezetése alatt a Jobbik egyértelműen az ellenzéki összefogás felé fordult. A politikus népszerűsége 2021 elejétől magas volt. Úgy tűnt, a választók az odamondogatós, népegyszerű gyermekes stílusát kedvelik. Ennek ellenére Jakab Péter az ellenzéki előválasztáson csak a negyedik helyen végzett. Ráadásul a párt onnan, hogy az alapító nyilatkozatában a baloldali és liberális pártok leváltásáról beszélt. Oda jutott, hogy 2022-ben
egy listán szerepeltek Gyurcsány Ferenccel. Nekem személy szerint egyébként nem volt könnyű leülni Gyurcsány Ferenccel egy asztalhoz. Tehát mi a parlament folyosóján is úgy közlekedtünk, hogy nem találkoztunk egymással. Így módon mondhatom azt is, hogy köszönő viszonyban sem voltunk. Az első ellenzéki pártelnöki találkozón nagyjából vissza is mentünk 2006-ig, hogy akkor ki hol volt a barikád, melyik oldalán és éppen mit csinált. A legmegbocsáthatatlanabb dolog, ami történt az ő elnökség alatt, az az, hogy a Jobbik a DK-val kötött egy paktumot. És ugye mi Gyurcsány Ferenc ellen váltunk azzá, vagy vele szemben váltunk azzá 2006-ban, ami a Jobbikot naggyá tette, és persze én magam is változtam, és Gyurcsány Ferenc is változhat, és mindenkinek meg kell adni ezt a lehetőséget, de Gyurcsány Ferenc még soha nem beszélt arról, hogy ő változott volna. Ráadásul a Jobbik kifejezetten rosszul jött ki az összefogásból. A parlamenti frakciójuk kisebb lett a 4 évvel ezelőttihez képest. A korábbi 26 képviselőjükből 10 lett a mostani ciklusra. A pártelnöksége 2022 nyarán leváltotta Jakab Pétert, aki ezután kilépett a pártból. Helyi Gyöngyösi Márton vette át. Egy névváltoztatás után Jobbik konzervatív néven folytatják. A konzervativizmus az alapvetően egy szélsőségektől mentes politikát jelent, amely keresztény konzervatív értékek mentén formálódik, és amelyik egy normális Magyarországnak a politikáját hirdeti meg. Hogyan fog ez szavazókat hozni a pártnak? Erre van kereslet Magyarországon? Hát hogy ne lenne, jelenleg nincs másik Európa barát, nyugat barát, jobboldali párt Magyarországon. A következő európai parlamenti választáson egyedül indulnak, de a Medián legutóbbi kutatása már csak 5%-os támogatottságot mért a pártnak. A korábbi politikusaik szerint a Jobbik már a végóráit éli. Mint egy nagy süllyedő hajó, még mindig sodródik, még mindig fönt van egy picit. A hullarablók azok még mindig élősködnek a párt állami támogatásán, ami elválasztási ciklus végéig, 2026-ig még persze kitart, de már most megindult a süllyedés menthetetlenül. A végeredmény az lesz, hogy a Jobbik el fog tűnni, és egy-két ember, Volner János és Bencsik János, ex-jobbikosok mintájára még talán lehet nagykövet vagy konzul itt-ottam-ott, de a Jobbiknak hozzáadott érték az ellenzék együttműködéshez már nem lesz, ellenben talán a Fidesz trójai falovaként még megjelenhet. Hát nem nagyon látom a politikai innovációt, a névváltozáson kívül nem látom a fölépített ügyeket, nem látom az arcokat sem, akik ezeket az ügyeket vinnék. A régi arcok még úgy nyilván pörögnek, mennek tovább, de nem, tehát a névváltozással az az érzet, hogy itt most valami új politikai program teremtődött, vagy lett letéve az asztalra, vagy egy politikai alternatíva született, ezt nem érzi szerintem senki, talán még a Jobbik maga sem. A gárda mellényből mostanra színes díszzsebkendő lett, a radikális mozgalomból pedig egy nevében is konzervatív párt. Ilyen szempontból a néppártosodás sikeres volt. Azonban ez alatt a Jobbik a szavazóit szépen lassan elveszítette. Az összefogás bukása után úgy tűnik, akár a párt fennmaradása is kérdéses lehet a 2024-es választások után. A Szabad Európán Kucobi Jakab riportját látták.